írásból. Ott sok nagy bambuszerből, szívedben koncentrálódott a Shaolin előtt. És a konfúció pandák között egy öreg ember járnyújtott. Villámot látott az Isten adta, és egy gyermek sírásának hangja az erdőbe csalt. Buddhára, mi van itt? Gyermek a zavarban. Csincsik, ne sírj gyermek. Hazavisznek, felnevellek, és az életem árán is megmentelek. Így is lett, és a kislány felcsöpeledett. Olyan szép lett, mint a mesebeli álom. Mindenki őt csodálta ezen a tájon. Egy szép napon jött a gonosz szellem, megfenyegette az öreg papit a tájban. Ezzel eltűnt, s az öreg ember gondolkodásnak ült. Egetna, mit tegyek? A lányomat hogyan mentsem meg? Nem kérhetek a szegényektől, kinek nyugta sincsen, menjek a gazdagokhoz, kinek szíve nincsen. Keserve sajgatását a patkány hallgatta, lenyomt a kielmét, s hozzá így szólt. Mi vagyok? Szent öregem. Keservedett, majdnem mondtál. Jaj, te kis állat, ha tudnád azt. 12 gyöngyöt akar a nagy sötét démon, s ha holtörténk nem kapja meg, elviszi lányom. Jó ember, ne aggódj, segítség közelek, 12 gyöngyöt nyomban szerzem neked. Ó, hogyan segítesz te ottandi állat? Talán kire valadat itt van így állat? Nem fel ide, itt van így állat, Benszert sem vagy Lucsi, elég hozzá, mert barátot ismerj. Nem mondd, hogy öreg, mindjárt szólok, hogy a 12 gyöngyöt megszerezzem neked. És mint a puska golyó repült a kis patkány, az első körbe járta, s barátait hívta. Tigris és ló, kakas és disznó, kígyó és kutya, kecske és nyúl, biba és majom. Nagyon jó. És egyszerre hallotta a választ mindenhol. Minden állat hozta magát, és keresett egy gyöngyöt, majd egy tisztáson összegyűlve mindegyik megmutatta, amit lett tőle. Büszke volt a kígyó, kutya, vidám volt a kakas, de a patkány egyre csak nézett, s közben pár exponenciális egyenletet végzett. Végül rájött, hogy hiba csúszott a számításba, mert egyre kevesebb gyöngy került az öreg harcába. Mi lesz velem? Mi lesz velem? Egy gyöngy még hiányzik, s az idő fogy. Mindjárt esteledik, és a valószínűség számítás szerint a holtölte ma estére esik. A hatalmas sárkányhoz hát a könyörű rajtunk, és még egy gyöngyöt hoz. Így hát minden állat s ember összerakta mancsát, szárnyát, kivéve a kígyó, aki összetegelte magát. Fohászkodtak, imádkoztak, még egyszer csak széltámadt. Eltűnt a sárkány, míg az öreg hálálkodott, de megjelent helyette a démon, az átkozott. És így szólt, vigyorogva nézett, mint a vadalma, és így szólt az öreghez nyomva. Jöttem lányodért, mert látod, itt a holtölte, és neked nincs gyöngyöd. Add ide most őt nekem különben. Megállj, démon, nézd, gyöngyöd gyűjtöttem. 12 gyöngy van a kezemben. Vidd el magaddal az alvilágba, s ne is lássunk soha többé Kína országában. Szeretett a démon szemem, ahogy a gyöngyöket meglátta. Sikoltott egyet, hogy gyöngyét kiadja. Az viszont visszapasztott rá, s a démon átváltozott magukvá és korrá. Újjogott az öreg, vele a lánya, a patkány is és vele együtt minden barátja. Jó tettét jutalmat vár, mondtam én a bölcs buddha, ezért az állatot veletre hozta. Mindegyikünk a
múlik.